Babindák István, legyél vendég. Mosolyogsz balgaságomon, mikor hiszem a tudás minden rejtelmeit. Hagyod, hogy csontkemény falakba ütközzön fejem. Szabados szárnyamat minden nap letörik. Húsom, vérem, esztelem elmém fél a jövőtől. Sugárzik a kína jelenből. Remény szikráit a közön mindennapi államporrázózzák. Hitnek erejét több dimenzióban farkasok marják. S a szeretet vágyálom lenne csupán. De hisz ott vannak a gyerekek, a feketén sírók, az öregek, a beletörődők, s a költők, a nemzetébresztő, téged imádó betűvetők. Legyél vendég nálam, s népemnél. Ülj le, poharamat százszor elmosom, mielőtt inni adnék. Tányérod nem lehet üres. Legyél vendég, feküdj, pihenj, maradj nálunk. Az öregnek csüng a feje, sír. Mert ne vendég legyél. Legyél a dalban, a téged dicsőítőben, önmagunk erejében, az imánkban és a mindennapi kenyerünkben. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az Országos Református Cigánymisszió első online konferenciájának minden egyes nézőjét, résztvevőjét, azokat is, akik most nézik ezt az áhítatot, és azokat is, akik majd ezután fogják megnézni az előadásokat, ezután fogják végig kísérni az egyes alkalmakat. Nagyon nagy szeretettel köszöntök tehát mindenkit. Én Székely Zsolt Ferenc református lelkész vagyok Henszidáról, és gyertek testvéreim, erre a reggeli áhítatra is kérjük a mi Urunk áldását. Fohászkodjunk! Ami igei közösségünk így módon való megáldása és megszentelése is legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, szerető Istenünk, ennek az online konferenciának a lehetőségéért, hogy így módon is lehetőségünk van hirdetni az evangéliumot. Áldunk téged, Urunk, mindazokért az ajándékokért, amiket az elmúlt egy évben is, az utolsó konferencia óta tőled kaptunk a református cigánymisszió keretében. Áldott legyél az új életekért, akik átadták te neked az életüket. Áldott legyél minden egyes szolgálóért, munkatársért. És most, ezen a reggelen, a mai nap előadásaira, a mai nap előadóira is a te áldásodat kérjük. És a te áldásodat kérjük mindazokra, akik most a képernyők előtt kísérik ezt a konferenciát. Urunk, kérünk, hogy te áld meg szolgálatainkat, te áld meg szolgálatainkat az emberek felé, add, Urunk, hogy a bizonyságtétel úgy hasson, hogy az elszúrt igemagvak gyümölcsöt teremjenek. Kérünk, Urunk, hogy a mai áhítatunkat is te áld meg. Jövünk te hozzád Sámuel könyörgésével. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Jézusért kérjük, Urunk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az a Korintusiakhoz írott első levélben van megírva. A Korintusiakhoz írott első levél 13. részében, az első 3 versben így van megírva a mi Urunk szent igéje.
ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő írc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. És hadd olvassam ehhez hozzá az online konferenciának a vezér igéjét, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelének az első fejezetében, a 7. versben, így van megírva ez az ige: mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Drága testvéreim, ha egy lelkipásztor, egy elképzelt lelkipásztorra gondolunk, akinek az ige hirdetésére óvodások milliói jönnének el a szüleikkel a templomba, az valami lenne az egyházban? Gondoljunk egy elképzelt lelkipásztorra, aki olyan nagy erővel hirdeti az igét a fiatalok, a gimnazisták között, hogy azok minden vasárnap elmennek az ige hirdetést hallgatni a templomokba, ez valami lenne? Gondoljunk egy elképzelt lelkipásztorra, aki oly nagy erővel hirdeti az igét, hogy családok milliói erősödnének meg a hitben, nagymamák milliói tanítanák imádságra az unokákat, ez valami lenne? Ez valami lenne? Erről a lelkészről, akit elképzelünk, elmondhatnánk azt, hogy ez az ember tud az óvodások, a fiatalok, tud az emberek nyelvén beszélni. Mindenkihez olyan egyszerűen tudja továbbadni az evangéliumot, továbbítani, hogy azok meghallják, megértik, és átadják az életüket az Úrnak. Ez már valami. Ha ugyanez az elképzelt lelkipásztor a lehető legpontosabban adminisztrál, felújítja a templomot, az egyházi épületeket, a parókiát, ha az ő szolgálata nyomán megerősödik lélekben és megerősödik anyagiakban a gyülekezet, ez már valami? És ha végig gondoljuk, ilyen lelkészt keresnek a gyülekezetek. Ilyen lelkészekre van szüksége a gyülekezeteknek. De ez lehet semmi. Drága szeretett testvéreim, amikor erre a mai alkalomra készültem, és a konferenciának a vezér igéje került elém, és egyre többet forgattam ezt a két szót a szívemben, a gondolataimban, hogy a szeretet lelkét, a szeretet himnusza jutott eszembe, amit felolvastam most, abból az első három vers. Lehet, hogy nagyon sok jót el tudok mondani szolgálataimról, magamról, és lehet, hogy ez valami. De lehet, hogy erre azt mondja az Isten, hogy semmi. És drága szeretett testvérem, hadd hívjalak most téged is egy ilyen kísérletre. Nagyon sok jót mondanak rólad az emberek. És biztos vagyok abban, ha egy önéletrajzot kell írni, egy
céghez, ahová szeretnél majd felvételizni? Vagy úgy szeretnéd magad bemutatni, nagyon sok jó tulajdonságot el tudsz mondani magadról. És biztos vagyok abban, hogy nagyon sok jót mondanak rólad az emberek. És te is, meg én is hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy szeretjük, hogy jót mondjanak rólunk, és rosszul esik, és bánt, és megharagszunk, megsértődünk, ha rosszat mondanak rólunk. És ha most mindarra a sok jóra, amit elgondoltál magadról, mindarra a sok jóra, amit elmondanak rólad az emberek, ha azt mondja az Isten, hogy mindez semmi, hogy érzed magad? Mert önmagában a lehető legtöbb jó, amit elmondanak rólad, és amit te el tudsz mondani magadról, önmagában semmi. Lehetsz a legjobb ige magyarázó, lehetsz a legjobb ige olvasó, lehetsz a legjobb imádkozó, a legjobb missziói munkatárs, önmagában ez nem ér semmit. Lehetséges, hogy te vagy az, aki a legtöbb cigányembert az Úr Jézushoz hívott, de valószínű, hogy ez önmagában nem ér semmit, ha nincs benned a szeretet lelke. Nem ér semmit. Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Arra hívva, drága testvérem, hogy megvizsgáld önmagad. Megvan-e benned a szeretet lelke? Miért vagy itt a képernyő előtt? Jobban szereted az Urat mindennél? Úgy szereted fele barátodat, mint magadat? Ha a szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Jó lenne, hogyha most nagyon őszintén magadban néznél. És így vizsgálnád meg önmagad. Hadd hozzak ide egy példát. Ismerjük mindnyájan, biztos vagyok ebben nagyon jól, a lábmosás történetét. És amikor odaír Jézus Péterhez, hogy megmossa a lábát, mit mond Péter? Uram, az én lábamat nem mosod meg soha. És mit mond erre Jézus? Ha meg nem moslak, semmi közöl hozzád. Drága szeretett testvérem, felháborító az, amit itt Jézus mond. És felháborító az, hogy az a sok jó, amit elmondhatok a szolgálatomról, önmagamról, az semmi önmagában, ha nincs bennem szeretet, ez felháborító. Gondolj Péterre! Péter otthagyta a családját, a rokonságát Jézusért. Ez semmi? Ha meg nem moslak semmi. Péter otthagyta a munkáját, a barátait Jézusért, a megszokott, úgy, ahogy bevált életét. Ez semmi? Jézus követése nyomán sok veszélynek tette ki önmagát. Ez semmi? Prédikált, betegeket gyógyított, ez semmi? És azt mondja Jézus, ha meg nem moslak semmi. Drága testvérem, ha jó lenne, ha megbántanom a téged ez az ige, és őszinte önvizsgálatra hívna. Ne a saját magad szeretete szempontjából vizsgáld meg önmagad, mert ez kevés. Ne a saját magad jósága szempontjából vizsgáld meg magad, mert ez semmibe visz.
Mert nem a te szereteted és nem az én jóságom, szeretetem a szeretet mércéje, hanem az Isten szeretete. És mi az Isten szeretete, mint mérce? Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az Isten szeretete, ez a szeretet mércéje, ez az Isten lelkének a szeretete, amit adni akar. Mert drága testvérem, halld meg ebből az igéből azt, hogy te az Istennek mindennél fontosabb vagy. A legdrágábbat adta oda, érted? A lehetetlen valósul meg a kereszten, amikor az Isten meghal, értünk. A lehetetlen valósul meg akkor, amikor az Isten a pokolra száll. A lehetetlen valósul meg akkor, amikor az Istent eltemetik. Drága szeretett testvérem, látod-e az Isten szeretetét? Az Isten önmagát megüresítő és érted önmagát odaadó szeretetét. És most nagyon őszintén válaszolj. Mi az, amit nem tudsz? Mi az, amit nem akarsz odaadni az Istennek? Mi az, amire azt mondod, hogy azt már nem adom az Istennek? Mi az, amire azt mondod, hogy ez fontosabb nekem az Istennél? Mi az, amire azt mondod, hogy ez már lehetetlen? És azt kell, hogy mondjam, hogy amire most gondolsz, akire most gondolsz, az a te bálványod. Mert minden és mindenki, ami és aki fontosabb neked az Istennél, az a te bálványod. Az a te Istened. Drága szeretett testvérem, ahogyan az Isten szeretett bennünket, ahogyan az Isten szeret téged, ugyan ezt a szeretetet kéri és követeli, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Drága szeretett testvérem, én biztos vagyok abban, hogy te tudod a választ a következő kérdésre. Mit mondanak a településeden, a környezetedben, a baráti körödben rólad az emberek? Mi az első, ami eszükbe jut rólad? Talán te vagy a nagy szájú? Talán te vagy az, aki mindent tudsz? Talán te vagy a legnagyobb adakozó? A legjobb prédikátor? A legjobb imádkozó? A legbecsületesebb? A legértelmesebb? Vagy a képmutató? Mit mondanak rólad az emberek? Az egyház történelem feljegyezte az első keresztényekről azt, hogy ezek szeretik egymást. Vajon rólad följegyzik ezt? Vajon a mi gyülekezeteinkről feljegyzik ezt? Kedves drága testvérem, bárcsak lenne bennünk a szeretet lelke, és bárcsak teremne a szeretet lelke sok gyümölcsöt az életünkben, a közösségünkben, szolgálatunk nyomán, és bárcsak mondanák azt, hogy ezek az emberek szeretik egymást, és bárcsak mondanák rád, hogy ez az ember a szeretet embere.
De nem azért, mert a cél a szeretet. Nem ezért adja az Úr a szeretet lelkét, nem. Hanem azért, hogy a szeretet lelke megváltoztasson. Az a cél, hogy az Isten szeretete hatás körébe, hatalmába kerülj. Mert aki az Isten szeretetén kívül van, az a halálban van. Mindenki, aki az Isten szeretetének a hatalmán kívül van, az a ördög hatalmában van. És ahol ott van a szeretet lelke, ott nincs félelem. A szeretet lelke előzi a félelmet. A félelem pusztítja az életet. A szeretet pedig gyógyítja az életet. A félelem megöl, megbénít. Elválaszt bennünket egymástól, és bizalmatlanná tesz, egymás ellen fordít, a szeretet összeköt. A szeretet által lehetünk erősek. Szeretett drága testvérem, a szeretet lelke összeköt Istennel, és a szeretet lelke összeköt egymással. Arra hívlak, hogy vizsgáld meg önmagad, és kérd a szeretet lelkét az Úrtól, mert ő adja, csak ő adhatja azt nekünk. Bárcsak a koronavírus idején így lehetnénk mi, Isten mai népeit Magyarországon, só, világosság, hegyre épített város. Bárcsak lehetnénk a szeretet lelkével megajándékozott nép. Ó, bárcsak nem a félelem, hanem a szeretet lelke lenne bennünk, és bárcsak ezzel a lélekkel és ezzel a lelkülettel tudnánk a konferencián, és azután is az Úrnak szolgálni és egymásnak. És bárcsak szolgálna, és kívánom is, hogy szolgálja ez a konferencia azt, hogy ez a lélek, a szeretet lelke mindnyájunknak adasson. Mert nem a félelem lelkét kaptuk, hanem a szeretet lelkét is. Drága szeretett testvérem, én kívánom, hogy ez a lélek vezessen bennünket. Mert ha az Úrnak lelke vezet, Isten gyermekei vagyunk. Kaptál-e már szent lelket? Megkaptad-e már, testvérem, az erő, a szeretet és a józanság lelkét? Imádságban most, csöndben, 2 percben válaszold meg ezt az Úrnak, és kérd, hogy adja, és ő adni fogja neked is. Én is ezt fogom most tenni csöndben.
mami.